Az Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület 2010-ben alakult, az oktatási palettájukban a klasszikus harcművészet, az olimpiai birkózás és a terápiás mozgásfejlesztés is helyet kap óvodáskortól egészen felnőtt korig. Alapvetően küzdősport gyakorlással foglalkozunk, ezek a birkózó mozgásokkal, főleg a grapplinggel, ezzel a földharccal, dulakozással, brazil jiu-jitsu, aikido alapok, tehát ez egy ilyen mix a gyerekeknél, felnőtteknél meg külön vannak, külön van a stílusok szerint a gyakorlók külön szortírozok őket. Szerintem vagyunk egy 70-en most, körülbelül 50 gyerek, két kis csoportba rakjuk őket, van egy fitness csoportunk, ami gyakorlatilag arról szól, hogy azokat az eszközöket, amiket a versenyzők az erőnléti edzéseken használnak, azt nem versenyzők is használhatják, mindenféle evezőgépet, kondipadot, taposógépet, futógépet, és akkor van egy felnőtt földharc csoportunk még, az is ilyen közel 20-an vagyunk. A sportegyesület célja az egyéni fejlesztés is. A közösségi lét fejlesztő hatással van mindenkire. Önismeretre, a másik tiszteletére tanít, valamint agresszió, feszültségkezelő hatással is bír egy-egy foglalkozás. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását is igénybe veszi az egyesület óráinak megtartásához. Nekünk mindig szükség van segítségre, tehát ezt pályázatok nélkül nem tudjuk megvalósítani, hogy folyamatosan menjenek az edzések. Hát nyilván vannak terembérleti díjak, vannak rezsiköltségek, és ez nagyon fontos, hogy segítsenek nekünk ezek a különböző pályázatok, helyi és országos pályázatok. Ez most a Nemzeti Tehetségprogram pályázat. Fontosnak tartjuk még azt, hogy vegyes csoportokat csináljunk. Tehát nem szeretem azt, hogy a tehetséges gyerekeket kiszedem a csoportból, és nekik egy külön haladó csoportot csinálok, mert ez pont az a dolog, ami az érintésen keresztül tanítják egymást a gyerekek. Tehát itt vannak ügyesek, kevésbé ügyesek, vékonyak, kövérek, kicsik, nagyok, és akkor így el vagyunk elég jól. Én ez a 40-45 perchez ragaszkodom, ez egy agyi ciklus, ezért van egyébként az iskolában is ilyen hosszú egy tanóra. Azért mondom, nem feltétlenül, hogy 45 percet csinálunk, mert nem nézem annyira az órát, hogy 45 perc 00-kor vége. Ha olyan vannak, hogy 40 percnél már káosz van, és nem tudom őket egybe rakni, akkor szétrakom az egészet. Ugyanis ez nem egy olyan jellegű küzdősport, mint mondjuk a karate, hogy állandóan folyamatos kontroll és reguláris fegyelem van. Ez egy ilyen nagyon sokdimenziós, sokszor játékos, mozgásfejlesztős dolog, és itt azért néha elszabadul a pokol. És az időjárás is befolyásolja meg, hogy milyen jegyeket kaptak, meg hogy szerintem nekem is milyen hangulatom van. Van egy bemelegítő rész, ez a sportnak az alapja, hogy játékosan bemelegítünk, vannak küzdelmi részek, de ez is játékos. És akkor akik versenyeznek, azok kapnak külön feladatokat, vannak erőnléti részek, de nyilván nem súlyzóznak a gyerekek, hanem saját testsúlyos gyakorlatokkal az ügyességüket növeljük. És van egy-két büszkeségem egyébként, olyan gyerekek, akiket elhoztak a szülők, mert igazán nem lettek volna ügyesek a fociban, nem jól futottak, lehet, hogy kicsit testesebbek voltak, vagy kevésbé volt jó a mozgáskoordinációjuk, és látjuk a szülőkkel, hogy itt nagyon jól haladunk. Tehát, hogy ugye a fejlődés az mindig különböző, a gyerekek nem egyformán fejlődnek, és itt egymás segítik a mozgásban, és nagyon pozitív változásokat érünk el. Ez nem az én érdemem, hanem ez a természetnek az érdeme. Nekünk csak az a dolgunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek ezen a földön hempergésre, folyamatos gurulásra, hogy felálljanak, ez nagyon fontos az agynak és a fejlődésnek. A mozgás minden korosztály számára fontos, erre az egyesület termében adódik is lehetőség. Az ideális létszám minden egyes sportág edzésein mást jelent. Nekem ez a 12 fő, az a tanítványi, hogy hívják, de az szerencsére többen vagyunk. Tehát, hogy jóval többen vagyunk. Én egy ilyen 20-25-ig még itt tudom őket figyelni, a terem is akkora közel 100 négyzetméter tatami felett van, hogy azt még el lehet koordinálni. Nyilván ez nem úgy van, hogy egy ilyen tudatlan massza idejön, hanem felépítjük úgy a csoportokat, hogy mindig vannak haladók benne, és akkor egymás segítik, és akkor így gyakorlatilag ez egy ilyen utánzásos történet. Tehát valamikor én bemutatok gyakorlatokat, akkor segítenek a haladók, és így mindig együtt gyakorolnak a kezdőkkel, és így építkezünk föl. Ugye ez sporttudományi dolog, hogy ez a kardiovaszkuláris képességek, ezek pont ebben én úgy emlékszem, hogy 10-12 éves korig alakulnak ki. És utána már kevésbé fejleszthető ez a dolog. Tehát itt nagyon fontos, hogy nyomjuk ezeket a ők koruknak megfelelő maximális pulzusszámot. De
ez a birkózás kicsit hasonlít a sprinthez, hogy fölmegy a pulzus, lejön, és így változtatjuk. Tehát így alkalmazkodik a különböző alkalmazkodási idegrendszeri dolgok ilyenkor kifejlődnek, akkor nagyon fontos az, hogy mindig változtatjuk a testtartást. Amikor birkóznak, össze vannak nyomva, az nem egy ideális helyzet. Ezt is meg kell érteni a testnek. Tehát, hogy itt olyan extrém próbák vannak idézőjelben, ami még nem kellemetlen, de kilépnek úgy a komfortzónájukból, hogy nem én hajtom őket mondjuk egy pályán, hogy fussanak, vagy valami bármit erőltetem őket, hanem egymásból húznák ki ezeket a képességeket. Ezt a futást ezt nem azért mondtam, mint hogyha rossz lenne a gyerekeknek, csak ez egy másfajta dolog. Az aranyszarvasok minden egyes csoportja heti 2 edzésen vehet részt. Én úgy látom, hogy a heti 2 ezen a mindennapos testnevelés mellett ez azért helyre rakja a gyerekeket. Sokszor látom így is, hogy nagyon fáradtak. Nyilván akik később versenyzők lesznek, itt van például Nyirati Csongi, aki most már egy sportiskolába jár, ő neki a felkészítése volt a minta, például már egészen kiskorától foglalkoztam vele. Ez a sportág a felnőtt korosztály számára is hasznos mozgásforma lehet. Ez egy másfajta dolog. Ez a fajta küzdősport, ez a felnőtteknél is egyébként azért nagyon jó, mert alapvetően magadat szerintem nem tudod annyira meghajtani, mint egy küzdelemben, ahol kiválasztja azokat a hormonválaszokat belőled a történet, hogy téged el akarnak kapni, vagy le akarnak győzni. És akkor kijön ez a régi ősi énünk, hogy meg akarjuk magunkat védeni, és akkor jóval nagyobb teljesítményt leadunk, mint hogyha csak így magányosan sportolunk.